Az ötödik mindent eldöntő meccsen lépett pályára a Kaposvár ellen a női röplabda bajnokság negyed döntőjében a Fátum Nyíregyháza. Az első játszma végén a pontosabban játszó Somogyia körülhettek, azonban a másodikban jó blokkokkal egyenlített a Fátum. A harmadik szedben Mária Csicsics egészen 8 0 ig szerválhatott. Bár háromra felzárkózott a szet vége előtt a Kaposvára, a hazai légiósok ismét nagyszerűen támadtak, így egy játszmára került a továbbjutástól a Nyíregyháza. A negyedik felvonás hullámzó játékot hozott, aztán az Első mérkőzés labdáját értékesítette a Nyíregyháza, amely így a legjobb négy közé jutott. Nagyon nagy gratulációt szeretnék mondani a játékosoknak, mert uh, tényleg az egész szériában megjártuk a poklot, megnyertük a mennyet. És uh, uh, ma, ma tényleg úgy álltunk fel a pályára, kicsit meg voltunk az első szedbe, én szerintem egy picit uh, meg, megijedtünk attól, hogy hogy mi vár hogy otthon vagyunk, és hogy bíznünk kell magunkba, de a második szettől végre azt azt, azt láttuk a pályán, amit, amit elképzeltünk, amit elmondtunk, amit, amit kértünk a játékosoktól, és valójában a, avval a tempóval fejeztük be az egész mérkőzést. Bíztunk magunkba, a, harcoltunk, a, nagyon jó, tényleg nagyon jó nyitottunk, és avval nagyon sokat tudtunk segíteni. A, ma tényleg nagyon jól védekeztünk a hálón. A, a, ahogy 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 szokott lenni, ma kiosztunk mindent magunkból. Úgyhogy úgy, én örülök neki, hogy ezt a, leg, a legjobbkor mutattuk ki. Gratulálni szeretnék az egész csapatnak, és gratulálni szeretnék a Kaposvárnak is. Hihetetlenül játszott mindenki, szerintem mind a két csapat nagyon küzdött, beleadta, ami bennünk volt. Öt meccset játszottunk, és végre vége van ennek a sorozatnak. Szerintem ma, na, na, ma nagyon oda tettük magunkat, tényleg odafigyelt mindenki. Száz százalékkal játszottunk, lehet, hogy nem cseréltünk, de aki kint volt, velünk élt, velünk játszott egyszerűen. És szerintem ma, ma mind a hét játékos a pályán egyszerűen tökéletesen teljesített. A Fátom Nyíregyháza az elődöntőben a címvédő Vasassal találkozik. A párharc szombaton Budapesten kezdődik.